90 perces koncertet adott Luigi vasárnap este a Zene Pavilonban. Luigi az elmúlt 10 év legjobb slágereit adta elő. Rajta kívül fellépett tanítványa is, Jóni Alexandra. A Hagymatikum mellett ez volt az 5. előadás. Szeretném megköszönni Bálint Mártának, hogy immár második alkalommal lehetek, hiszen már tavaly is itt voltam. Nagyon szépen köszönöm a felkérést, a lehetőséget. Én nagyon örülök neki, hogy színes programokkal és minden héten változatos úgymond zenekarokkal is, meg énekesekkel ez a pavilon itt a hátul mögött csodálatosan néz ki, és hogy tényleg ezt ki lehet így használni, hogy itt ilyen rendezvényeket lehet tartani. Én nagyon örülök neki, és szerintem ez a városnak a büszkesége is ez, hogy ilyen rendezvényeket meg tud tenni ebben a nehéz gazdasági válságban természetesen. Úgyhogy nagyon örülök a kezdeményezésnek. Az elmúlt 10 év munkásságomnak bizonyos dalait nem mindent tudtam, hiszen nagyon sok van. Az elmúlt 10 évből hoztam el dalokat, és természetesen nem csak saját dalok lesznek, hanem ugye, akik régebbről ismernek, azok mind tudják, hogy én annak idején Jimmy dalokkal is indultam, sok helyen ott fedeztek fel, ott figyeltek fel rám igazából, amikor azokat a dalokat énekeltem, úgyhogy lesz Jimmy dal is, meg lesz egy Homonyi Sándor dal is, aminek nekem nagyon tetszik a mondani valója, biztos sokan ismerik a 90-es évekből, Otthon várnak rá című dalát hoztam el. Remélem, hogy tetszeni fog a kedves közönségnek. Lesz még ugye a saját dalaimból, a legelső lemezről nagyon sok dalt választottam, ugye az Átsült éjszakák, ugye 2003-ban jelent meg. Lesz a második lemezről is, Szellemhangyán, ugye többek között már ugye nagyon sokan feldolgozták, most ugye Zsoli nyomja, meg Bódi Csabi ezeket a dalokat, és hagyd mondjam el, hogy a mai nap egy tehetség is, egy makói tehetség is be fog mutatkozni, hiszen én is úgymond elkötelezettje vagyok ennek a dolognak, hiszen engem is nagyon sokan segítettek Makón, és adtak teret és lehetőséget, hogy szerepelhessek, és most Jóni Szandival fogok elénekelni egy Delos John duettet, úgyhogy remélem, hogy nagyon fog tetszeni a közönségnek. A duetten kívül Szandi önállóan is énekelt. A legújabb James Bond film zenéjét adta elő. Igazából 4 éve énekelgetek, de így otthon nem nagyon szoktam fellépni. Luigival már régóta jó barátság vagyunk, a szüleim meg én, több éve ismerjük egymást, és így tudta, hogy így énekelgetek, és így felkért, hogy énekeljek én is vele. Én igazából nem nagyon járok énektanárhoz, így nem, de azért gyakoroltunk a koncert előtt. Ezek inkább lassabb számok, líraibbak, de viszont nagyon szépen szólnak. A Zene Pavilonban július 14-én vasárnap 19 órakor lesz a következő koncert. A szegedi Coco Bongo együttes fog fellépni.